Majdnem kéthetes afrikai útunk első állomása Tanzánia, azon belül is Arusha. Arusha Tanzánia északkeleti részén a Kilimandzsáró mellett Meru-hegy lábánál fekvő, mint egy kb. 400 ezres település, virágzó turista és konferencia központ, mely a kelet-afrikai közösség székhelye, és ahogy a helyiek büszkén konstatálják, Afrika pontos földrajzi közepe is. Arusha főleg azok körében népszerű, akiket a szafari izgalma vonz a fekete kontinensre. Itt találkoznak normál körülmények között a világ minden tájáról érkezett utazók, hogy a koránkelő nappal elinduljanak felfedezni Tanzánia leghíresebb nemzeti parkjait, hogy tanúi lehessenek a szavanna nap mint nap megismétlődő természeti csodáinak, a nagy üldözésnek és vadászatnak, amit mindenki remél. Vagyunk egy szegény iskolánál, igazából nézzétek a gyerekeket, akik angolul is beszélnek, különböző korosztályúak, ő amúgy a legfiatalabb, és 6000 kilométerre hoztunk nekik pár írószerszámot, amire úgy gondoltuk, hogy segíthet vissza. Igazából mi szegények vagyunk, vagy legalábbis úgy gondoljuk magunkra, de nagyon gazdagok vagyunk hozzájuk képest. És köszönöm szépen a Herlisnek, hogy segítettek. Néhány embernek édesebbé tettük az iskola éveit. Okay guys, thank you for everything. Take care of and listen to your teacher all the time. Try to be good kid. Okay? Nem teljesen muszlim Zanzibár, de itt legalábbis ebben az iskolában muszlim gyerekek tanulnak zömében. Csak egyet kéri az élettől. Mindenből eleget. Annyi napsütést, hogy várd az esőt, és annyi esőt, hogy értékeld a